Így szakma váltás majd a végzet? Akkor engedjük, az is jó. Nem kell mindent hallani. Szakmai általom. Korai még eldöntenem, mi leszek majd egyszer. Azt se tudom, mi fánterem, nyomdagép vagy vegyszer. Mégis tudom, ha nagy leszek, szeretem a szakmám. Én választom, nem engedem, hogy a kezembe adják. Lesz majd, aki segít nekem választani egyet. Előbb-utóbb felfedezem, miben lelem kedvem. Megfigyelem jól magamat, miben vagyok ügyes, s a világot, hova halad, nyitva szemem, fülem. Drága gyümölcs a jó döntés, 8-10 évig érik. Azt figyelem, mi a dörgés, és követem végig. Mások gyakran elképzelik, mi legyen belőlem. Azt, hogy mit az igényeim, nem kérdezik tőlem. Segítséget attól várok, aki hozzáértő. Ajánlásra sok a bátor, de ki a szakértő? Gyermekorvos leszek én, űzök fájást lázad, lelkem a kis betegé, kezem sose fárad. Gyorsmentőben orvosszágod, segítsék el gyorsan, az ő lelke sose fásul, kezem ennem torban. Sok sütés, főzés, gőzölés, hűtés és fagyasztás, csak öröm van itt, nem nyögés, legyen cukrász pajtás. Ha nagy leszek, filmes leszek, vagy média Cézár, aki aztán nem kesereg, rám zúdul a fény áll. Nem kell gyógyszer, avagy festék, ezt a vegyész tudja. Ő gyárt műtrágyát és kencét, sokféle a munka. Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévő önkormányzatok, intézmények és vállalkozások képviselőit a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara nevében a Rávaközi szakmabőrze ünnepélyes megnyitóján. Az előző percekben a Páli Szent Vince iskola 4. osztályának Pályára fel című verses, mondókás előadását hallották. Szerintem biztatásképpen még egy tapssal köszöntsük őket. Nagyon ügyesek voltatok, vidám volt, idejűvő volt, és köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük önöknek is, hogy elfogadták meghívásunkat, és fontosnak tartották, hogy részt vegyenek kamaránk pályaorientációs rendezvényén. Több mint 30 cég, vállalkozás és intézmény csatlakozott a térség kezdeményezéséhez, melynek célja a pályaválasztás elősegítése helyi vállalkozók és intézmények közreműködésével. Az előzetes regisztrációk alapján közel 950 gyermek látogat el mai bőrzénkre, amely példaértékű mutató egy diákoknak szóló rendezvényt illetően. Célunk, hogy a Rávaközi szakmabőrzét jövőre is megszervezzük, melyben az önök megtisztelő együttműködésére is számítunk. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem a kamara részéről Pintér Péntek Imre elnök urat, Csapó Péter urat, a kamara Fertő Rávaközi térség elnökét, a kapuvári önkormányzat képviseletében dr. Hoffer Imre alpolgármester urat, az Osli önkormányzat képviseletében Fodor József polgármester urat. És kérdezem, hogy megérkezett-e Radó Tamás plébános úr. Ha nem, akkor ezután őt is köszöntjük. Valószínűleg egyéb elfoglaltsága van, mert ő is bejelentkezett a rendezvényre.
Most felkérem Pintér Péntek Imre urat, a Győr-Moson Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, hogy köszöntse önöket és nyissa meg a rendezvényt. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Én amúgy sem vagyok ilyen, hogy általában megpróbálok elenni, hogy nem nyerek kardot és ne jegyenek, megtudom, hogy ilyen egy ember vagyok. De hogyha hazajövök, akkor még olyan oldottabb vagyok, mert hát mégis ez az én hazám, innét származom, itt születtem, és az ember másképpen áll a saját szülőföldjéhez, mint bármi ez a világon, és úgy néztem ezeket a fiatalokat, és azon gondolkodtam, hogy vajon én ennyi időskorban mi akartam lenni. Én arra emlékszem, hogy az embernek, hogy azok a lenne, mint a példaképei, nekem a legnagyobb példaképem az Gulyás volt, a T.S. Gulyáját őrizte, aztán a másik példaképpen buszsofőr volt, egyik sem lettem végül is, de ezek voltak az első emlékeim, hogy mi szerettem volna lenni. Visszatérve arra a mostani rendezvényre, hogy inkább ezt végig gondolva, hogy a kamarának a legfontosabb dolog az, hogy a vállalkozók számára a lehető legjobb körülményeket teremtse meg, és segítsen nekik a versenyképességükben. És Magyarországban ugye 89-ben történt egy egészen nagy változás, és 89 utáni időszakban a vállalkozói fronton két óriási versenyelőnyünk volt Európához képest. Egyrészt voltak egy laza szabályzás, amit a magyar ember, ahogyan tudott, kihasznált, voltak itt csak a kerítésig ment el, voltak a kerintésen túl is. Hála jó Istennek, ez a mai világban ez a laza szabályzás megszűnt, és ennek a játékterei egyre jobban odaszűkülnek, hogy csak tisztességesen érdemes vállalkozni. A másik óriási versenyelőnye az volt, hogy volt európai szintű munkaerőnk, de mondjuk ázsiai árakon. Ez is megszűnt. Tehát a mai világban már, ha valaki arra gondol, hogy Magyarországra jövök, és olcsó munkaerő, európai munkát találok, ez egyszerűen nem működik. És ha valaki ezt igazából érzi magának, ez a térség, Magyarországnak ez a része, hogy Győr-Moson-Sopron megyének ez a lába köz, Moson-Magyarország régiója érzi, hogy itt már az olcsó munkaerőért nem érdemes idehozni vállalkozásokat. A mi legnagyobb feladatunk az a kamarában, hogy a régióban lévő vállalkozásoknak segítsünk abban, hogy a hatékonyságok, a versenyképességük olyan szintű legyen, hogy a következő 10-20 évben nincs más választásunk, mint elérni legalább a Burgerlandnak a fizetési sapkáját, mert ha nem érjük el, ebben a régióban nem fog munkás maradni. És erre kell rádöbbentenünk a Magyarország kormányát is, hogy biztos, hogy segíteni kell a Békés Csabát is, hogy zárkozzunk fel a Győr-Sopron megyéhez. De minket meg abban kell segíteni, hogy zárkozzunk fel a minimum Burgerlandhoz, illetve a pozsonyi tartományhoz, mert most ma ott tartunk, hogy Magyarországról nem csak Burgerland szívvel munkaerőt, hanem Pozsony és hát természetesen Bécs is. Ezért kell mindent megtennünk, és először rá kell döbbenteni persze a fiatalokat arra, hogyha szakmát választasz, és a mai rendezvény az arról szól, szakmát választani a mai világban, ez jó dolog. Elkülcsileg, anyagilag elismerést kaphatsz ebben a történetben. És a következő, hogy itthon kell őket tartani, mert ha nem tartjuk itthon őket, ebben az országrészben nem fog senki dolgozni, csak itt fog lakni, akkor ki fogja ezt az országrészt eltartani? Miből lesz a fenntartása most a doktor ítő mellettem, az egészségügynek, a közintézményeknek, az úthálózatnak, a mindennek, amitől működik egy város, hogy nem lesz adófizető ember, aki mondjuk azért dolgozik, hogy Ausztria jobban működjön, Burgerland jobban működjön, nagyobb legyen a nyereség, és hazajön, és teljesen természetes dolog, hogy azt várja el Magyarországtól, amit Ausztriában lát. Ez természetes dolog az ő részéről. Én meg azt mondom neki, hogy bocsánat, akkor gyere segítsenek a megteremtésében is, mert a mi adóforintjainkból tudjuk fenntartani ezt a régot és ezt az országot. Ez egy nagyon nehéz feladat, de nincs más választásunk. Amikor gyerekként, éppen azon gondolkodtam, amikor gyerekként nem volt más választás, mint valamit megcsinálni. Apám mindig a TSZ-en megegyezett, és a két újonnan ültetett fasor közé bele lehetett vetni négy sor kukoricát. Mivel csak négy sor volt, ennek a hossza végtelen hosszúságú volt. De nem volt más választásunk, mint megkapálni. És mindig a kolosszát, mint a barátommal mentők el kapálni, és a végtelen oda megkapálni, meg vissza, az elég hosszú volt. De nem volt más választásunk. És most is azt mondom mindenkinek, hogy nincs más választásunk, mint valamilyen versenyképesség mutatóinkat olyan szintre emelni, hogy itthon tudjuk tartani a fiataljainkat, és ezeket a fiatalokat, akik most idejönnek, nézik a szakmát, már valamilyen szinten művelik a szakmát, megtanulják,
És ne azért képezzük, hogy a külföldön dolgozzanak, hanem azért képezzük őket, hogy a mi országunkat boldogítsák, és itt érezzék jól magukat. Mert amúgy mi egy nagyszerű országban élünk, és ennek a nagyszerű országnak még az a nyugati régiója sok mindenki által irigyelt régió, és legyünk is büszkék rá, mert Nyugat-Magyarországon és Győr-Sopron megyében azt gondolom, hogy jó élni, és a Rábökös sem kivételettől. Én valamilyen gondolatokat akartam idehozni önöknek, nektek, és azt mondani, hogy fogjunk össze, és tegyünk meg mindent azért, hogy ez a régió továbbra is virágozzék és működjön, és tegyünk meg mindent azért, hogy legyen munkaerő, aki fönntartsa az intézményeinket, a munkájainkat, nyereséget termel, amitől az ország szépülni fog és gazdagodni fog. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Most felkérem Csapó Péter urat, a Kamara Pertő Rábaközi térségének elnökét, mondja elő is köszöntő gondolatait. Az előző évben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy közel tudjuk hozni egymáshoz a vállalkozásokat, illetve az iskolákat és ezáltal a diákokat is. Ezért első körben az iskolákkal, a térségünk iskoláival együttműködési megállapodásokat kötöttünk, bízva abban, hogy a kamara, mint egy kapocs, egy nagyszerű szerepet tud vállalni a vállalkozások, illetve az iskolák, diákok életének működésének. Ezért is hoztuk létre ezt a mai rendezvényünket, amit Szakmabőrző néven indítottunk útjára. A térségünkben a vállalkozóknak mindig is szüksége lesz munkaerőre, jó szakemberre, a diákoknak pedig nagyon fontos segítséget nyújtani a pályaorientációban, esetleg egy jó gyakorlati hely megtalálásában, esetleg egy nyári munkás lehetőségben. Nagyon örülünk neki, hogy a mai rendezvényünkre 30 vállalkozás jelezte részvételét, illetve közel 1000 diák fog részt venni itt a mai napon, különböző beosztásokban természetesen, és különböző iskolákból. Nagyon bízom benne, hogy mindenki megtalálja a számítását, a vállalkozók be tudják majd mutatni termékeiket, szolgáltatásaikat, a diákok pedig talán segítséget kapnak a pályaorientációhoz. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, bízom benne, hogy egy sikeres és jó napon leszünk túl, és nagyon bízunk abban is, hogy a következő években is meg tudjuk majd szervezni ezt a rendezvényt, akár tanulva a mai tapasztalatokból. Megpróbáltunk mindenre figyelni, sajnos az időjárást azt nem tudtuk elintézni, de majd jövőre erre is jobban figyelünk. Mindenkinek nagyon jó munkát, jó érdeklődést, illetve egy kellemes pénteki napot kívánok már. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és most felkérem dr. Popper Imre alpolgármester urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kapuváros önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntöm a Győr-Moson-Sopron megyei iparkamara szervezésében megrendezett Rábaközi Szakmabőrze című pályaorientációs rendezvény minden résztvevőjét. Köszöntöm a kamara jelenlévő tisztségviselőit, a cégek, vállalkozások, egyesületek képviselőit és minden megjelent vendégünket. Köszönjük, hogy Kapuvárat ad helyet egy ilyen irányú, reményeink szerint nagy hordájára elő rendezvénynek. Mindnyájunk előtt ismeretes a szomszédos Ausztria erős munkaerő elszívó hatása. Hála Istennek az utóbbi időben csökkenni látszik a Pomogyi úton kinyúzó ingázók sora. Magyarország kormánya mindent megtesz azért, hogy megérje a magyar embernek itthon dolgozni. A munkát terhelő járulékok folyamatos csökkentése, adó visszatérítések, család és otthonteremtési támogatások, hogy csak a legfontosabbakat említsen. De mit tehet egy ilyen kis város, mint Kapuvár a fiatalok itthontartásában? Az itt élő és az itt felnövő nemzedéknek szeretnénk egy élhető és szerethető kisvárost felépíteni és fenntartani. Ehhez a megfelelő infrastruktúra biztosítása a legfontosabb. Nekünk kapuváriaknak talán nem is tűnik fel annyira, de léptennyomon láthatjuk a város fejlődésének a jeleit. Ezt a Kapuvárra visszalátogató vendégeink még jobban észreveszik és jelzik is. Gondoljunk csak a nemrég átadott közösségi házra,
a műszaki átadás előtt álló tanúszodára, a multifunkciós sportcsarnok alapkőretételére, a termálfürdő fejlesztésére, az úthálózat folyamatos felújítására. Továbbá a város intézményének karbantartására, bővítésére, vagy a teljesség igényenél említsek néhány példát. A beadott elbírálás alatt levő pályázataik is azt a célt szolgálják, hogy a kapuvári ember valóban szigebb hazájának, otthonának érezhesse ezt a kisvárost. A Rábakezi Szakma Bőrze minden résztvevőinek kívánom, hogy a rendezvény hagyományteremtő legyen, melynek az elkövetkezendő években sikeres folytatása lesz. Köszönöm meg tisztelő figyelmet! Az ötletet és a kreatív javaslatot arra, hogy egyáltalán itt milyen szakmákat láttunk, és hogy lehet a táncba is belecsempészni a pályaorientációt. Úgyhogy én a magam részéről szorgalmazni fogom, hogy a Movement Dance School majd egyszer azért Győrben is lépjen fel, és még több fiatal lássa ezt a produkciót. Noha magatokra csuktátok az ajtót, de még egyszer köszönjük szépen, és nagyon nagyszerű volt a produkciótok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ünnepies megnyitónk ezzel véget ért. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.